A védőnők képzés hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb szakiránya a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának. Nem véletlenül, sokrétű feladataikra ugyanis a tapasztalatok szerint egyre nagyobb szükség van a társadalomban. A szakma fejlődéséről és különösen az iskolai védőnői ellátás innovációiról és aktualitásairól tartottak a napokban konferenciát a Tudomány Hónapja országos programsorozat keretében. Egy védőnő ma már sokkal több, mint egy kisgyerekkel, egy csecsemővel foglalkozó személy, egy szakmáját nagyon jól tudó ember, mert nagyon-nagyon közel kerül egy családhoz, nagyon közel kerül családi problémákhoz. És azért a dolga nem csak az, hogy felismerje azokat az egészségügyi kihívásokat, amit egy kisgyermek nevelése jelenthet, egy csecsemő nevelése jelenthet, hanem feladata az is, hogy felismerje azokat a helyzeteket, élethelyzeteket, amelyekben egy család abban a pillanatban van, és azon is tudjon segíteni. Kell, hogy ismerje azokat a rendszereket, amelyek az ő számára és a család számára is segítséget jelentenek. Éppen ezért a képzés jelentősen változik, átalakul. Olyan értelemben is változik, ami egy technikai, technológiai fejlődés, és olyan értelemben is változik, ami egy innováció, amiről éppen ez a mai konferencia szól. A Debreceni Egyetem iskola egészségügyi programjával élen jár abban, hogy bemutassa a védőnői szakma innovációs lehetőségeit. A széleskörű iránymutatás kidolgozásában a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége is nagyban hozzájárult. Ilyen innovációs lehetőség például egy gerinc testtartásjavító módszer, amely magyar fejlesztés, a Vitadex Kft., a Debreceni Egyetem, a Műszaki Egyetem és a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége együttműködésében történik ez a fejlesztés. Ez egy digitális mérőeszköz, amellyel még objektívebben tudjuk kiszűrni és időben azokat a gerinc és testtartás elváltozásokat, amelyekkel foglalkozni kell annak érdekében, hogy a nagyon gyorsan fejlődő fiatal embereknek a testtartása a későbbi életkorukban is jó legyen, és ne legyenek gerinc problémáik. Az innovációs lehetőségek között kiemelném a kommunikációs ismeretterjesztő anyagok, kisfilmek és oktatóanyagoknak a bemutatását. Erre is láthatunk a konferencián példát, de fontos elemnek tartjuk a szűrővizsgálatokat, a HPV védőoltással kapcsolatos ismereteket. Az egész napos szakmai tanácskozás egyik fontos célja volt, hogy tájékoztassák a jelenlévő praktizáló és leendő védőnőket a mai diákság trendjeiről és gyorsan változó szokásairól is. Az eseményen emellett az áldozatsegítés, valamint a nemi úton terjedő fertőző betegségek elleni védőoltások témakörét is érintették.